Sziasztok, Marozsán Miklós, H5-ös Olga Mária vagyok, Gyuri barátunk, és György, H5-ös János Ibolya, és most itt állunk az ő autója mellett, és igazából itt ezt a mobiltechnikát egy-két szóban ismertetnénk, hogy ez hogy néz ki, hogy működik, egyáltalán mit tud. Itt látható maga az antenna, ami a teljes rövid hullámú sávot átfogja 3,5 megától egészen 6 méterig, tehát 50 MHz-en is még használható. Távvezérelten hangolható, tehát mindig az optimális hangolását lehet megoldani. Ez amúgy egy amerikai Scorpio gyártmányú antenna. Nagyon jó hatásfokkal dolgozik, igen komoly rögzítéssel, ahhoz, hogy ez egy ilyen szerkezettel azért az autóval haladni is lehessen. Ennek az antennának a rögzítése nagyon fontos. Ez egy elég nehéz, masszív, nagy darab antenna. Nagyon fontos, hogy ez mechanikailag stabilan álljon a kocsin, mert itt hozzá kell gondolni azt, hogy mi van akkor, amikor 130-al megy az autó, ennek az antennának akkor sem szabad mozognia. Maga a konstrukció nagyon masszív, tehát nagyon erős, ez kimondottan, azt kell mondjam, prémium kategóriás antenna, és a rögzítéséhez speciálisan itt az autóhoz lett méretezve és elkészítve ez az alsó tartó rész, ami ezt tényleg stabilan meg tudja fogni, hogy a legvadabb körülmények között is ez stabilan áll. Itt látható az antennának a táplálása, tehát itt a coax kábel itt csatlakozik. Ez a tekercs, ez csak a statikus feltöltődés ellen ez vezeti le, hogy ne legyen, hogy az antenna esetleg a készüléket tönkretegye. És itt oldal, itt látható, itt megy be a vezérlés a csőbe, és belül zajlik minden, tehát hogy ott mozgatja a motor kibe az antennát. Itt látható az adóvevőnek a kezelője, maga a berendezés hátul a csomagtérben, külön akkumulátorral táplálva, tehát az nagyon klasszul megoldva. Ez csak a kezelő rész. Most itt éppen 6 méteren 50 MHz-en lehet hallani, hogy némi kis terjedés van is ráadásul. Ami egy kicsit extrává teszi a helyzetet, hogy a Gyuri távíró üzemmódban dolgozik mobilban. Ami itt látható, maga a billentyű, a gyors billentyű, ez memóriás, ezekben a gombokkal nyomva el lehet tárolni a megfelelő szövegeket, és itt látható maga a mechanika, amivel egy picit adjál vele, Gyuri, csak úgy, hogy hadsző. Hát most azért éppen nem válaszol senki, de tehát hogy a maga a mechanika az itt van rögzítve, és ezt menet közben tudja használni, és hogyha egy kicsit megyünk följebb, akkor itt látható a dolognak az a része, ahol követhető adott esetben klaszterek, milyen terjedés várható, és tulajdonképpen akár a logolást is itt meg lehet oldani ezen a számítógépen. Úgyhogy teljesen komplett itt így az állomás. Természetesen lehet hozzá felhallgatót is csatlakoztatni, de menet közben sokkal, sokkal praktikusabb, hogyha hangszóról szól, mert akkor azért a környezetet is lehet hallani, és hát mikrofont ugyanúgy lehet, de a Gyuri nagy távíró operátor, neki ez egy nagyon, nagyon régi hobbija, és ez egy kicsit extra, hogy mobil üzemben távírózni. Azt kevesen tudják megtenni azért. És egy kicsit nyitva van amúgy a sáv, tehát az 50 mega most elég jól szól, az előbbi 10-re itt lehetett hallani, görögöt. Ez például egy görög, és azért ez 50 megán nem rossz. Jó, hát és az élvezetes hangminőségért ez a hangszóró a felelős. Menet közben
praktikusan inkább hangszóróval érdemes mobil összekötetéseket csinálni, a fejhallgató eléggé problémás lenne. Itt amúgy az a két kijelző az első és a hátsó akkumulátornak a feszültségét mutatja. Ebből lehet tudni azt, hogy a töltések rendben vannak-e, hogy a álló helyzetben nehogy esetleg valami problémák merüljenek fel, ha túl sokat rádiózik, és akkor a feszültség lemenne. Úgyhogy ez a hátsót mutatja, ez pedig az első akkumulátort.